Tisztelettel köszöntöm a Frankó TV nézőit. Felvidéki Csallóköz aranyosról jelentkezünk, ahol egy csallóközi rangadót játszottak a kézis csajok. A Csallóköz aranyos úgymond tönkreverte a nyárasdot. Hát elnézést a nyárasdiaktól, de azt hiszem 39-10, mennyi volt az eredmény? Őszintén nem tudom, hogy mennyi lett a pontos eredmény, mivel nem az eredmény figyelt. Amikor láttam, hogy az aranyos elhúzott, őszintén azon voltam, hogy én a legjobb formámat hoztam. Úgyhogy nem tudom, mennyi lett a pontos eredmény, sajnálom. Azt hiszem 33-19, ha jól emlékszem. Még mielőtt a meccset elemeznénk, ugye nem tudom megkerülni azt, már a hölgyeknek az életkorát nem szoktam firtatni, de előbb beszéltem az érintettel, ugye Alenával, Orbán Alenával, akit még úgy emlékszem rá, mint Papová 30 évvel ezelőtt helyen is játszott. És hát ugye észrevettem ott a meccsen, hogy ott az edződ, azt hiszem egy kihagyott zicser után, amikor egyedül mentél kapusra, akkor ott úgy lehordott, hogy talán el is írtad magad, ha jól láttam, és nem is akartál visszamenni. És akkor oda ment az Alena, és mit mondott, mert aztán visszamentél. Őszintén, amikor időként, első fél időben az edzőm, akkor történt ez a, hát hogy is mondjam, kis lekiabálás. Nem, ez benne van. Igen, volt kihagyott zicserem, már volt, de nem az zicser után kiabált le, hanem időt kért. Nem tudom miért kért akkor időt, de akkor kiabált le. És én az a játékos vagyok, akit ezzel szét lehet szájba dönteni, ha lekiabálnak tényleg. És ott szét is estem, én bemerem ismerni, hogy szétestem. Azt mondta az Alena, hogy egyik lemen be, a másikon ki, hogy arra fókuszáljak, amit én tudok. Hogy én meg szeretném mutatni, hogy igenis jó játékos vagyok, és ne annak a véleményét. Jó, igaz, az edzőm, tisztelem, nagyon tisztelem az edzőmet, mindig tiszteltem az edzőimet. De azt mondta Alena, hogy játszom azt, amit tudok. Egyik ülemen be, másikon ki, és csak is a meccsre összpontosítsak a pályára, arra a játékosra, aki velem van szemben, és a csapattársaimra. Ne hallgassam. Meg kell hallgatni az edzőt, meg kell hallgatni az edzőt. De azt mondta, hogy játszom azt, amit tudok. Na, úgyhogy körülbelül erre számítottam. Hát az Olgának természetesen az egy pedagógiai húzása volt, mert az Olgi nagyon jó edző, nagyon jó kapus is volt, úgyhogy természetesen itt nem arról van szó, hogy miért kiabálta le a szegény kislányt, mert hát itt nem kislányról van szó, hanem hölgyről, aki ugye kemény fél profi, de hát ugye az Alena az egy nagymama, és valójában a te nagymamád is lehetne. Igen. Életkor szerint. Igen. Mit szólsz ehhez? Gondolom, 60 évesen nem akarsz kézilabdázni te. Alena előtt lákalappal, és szerintem mindaz a nyárosi csapat előtt, de az anonyosi csapat előtt is egy példakért. Alena, én nem tudom, hogy van-e még egy, talán nincs is még egy játékos, hogy ő korában az első ligában, úgyhogy Alena egy nagy példakép számunkra, minden meccs előtt buzdítsa a csapatot. És ha lássa, hogy egy játékos itt tüdökkent fejben, oda megy és olyat mond neked, amivel tudja, hogy helyre tud téged rakni. Ugye Alena előtt le a kalappal, szeretnék ilyen nagymama lenni, igen, mivel hogy a nagymamám lehetne, és szeretnék én is ilyen lenni, mint ő. És 60 évesen is játszom. Pontosan. Hát akkor még van 44 évet. Jól tudom, hogy javuljál, hogy ezt a szintet elérd. De hát látom, hogy ilyen profi hozzáállásod van. És hát mennyire motivált téged az, hogy azért a Csallóközből nyáras, Dunaszerdai, azért vannak válogatott játékosok, a szlovák válogatottban is, és még a magyarban is. Igen. Mennyire veszed komolyan a játékot, hogyha majd jön egy Herceg Fehér Ló, vagy Fehér Kedilekkel, hogy modern legyek. Nekem is van egy 23 éves lányom, úgyhogy megengedem ezt a stílus elnézést, de szóval mennyire akarod ezt komolyan venni, mert hát előtted a jövő az biztos. Nekem egy olyan családban nőttem fel, hogy apukám számomra egy nagy példakért. Neki akartam mindig is bizonyítani. Én kiskorom óta kézilabdázok, de volt egy térdsérülésem, ami miatt 5 évre abbahagytam a játékot. Nyárosdon tértem vissza a játékhoz, úgymond, és nagy öröm volt számomra, amikor aranyos, meghívott ide vendégjátékosnak. Én a tavalyi szezont így játszottam, nem mint vendégjátékos. Akkor ez egy specifikus meccs volt neked. Igen, nagyon nagy érzelmet fogtak el. Én tudom, hogy a pálya és a küldetés egy külön élet, de például a barátnőim ellen játszom is számomra, ez egy nagyon megtartó mérkőzés volt, én erre a mérkőzésre szerintem rá vagyok stresszelve egy hete,
előtte is. Mikor nyáron is felépett az első ligába, akkor úgy döntöttem, nagyon nehéz gondolkodás után, hogy nyáron Zsitón segíteni, és megpróbálok ott most játszani ebben a szezonban. De ez a mérkőzés számomra nagyon nehéz volt, mivel tényleg a barátnőimmel kellett játszanom, és nagyon hiányoznak nekem. Itt akkor, amit kollektíva van, mint más csapatban játszani, nem tapasztaltam. Úgyhogy nagyon nehéz volt számomra. Igazából azok a terveim, hogy ha úgy alakul, szeretnék visszatérni az aranyosi csapatba, mivel szerintem mind kollektív, mind profizmus, az edző nagyon profi, nagyon tisztelem az itteni edzőt, én örültem, hogy ő edzette. A játékosok nem csak a csapattársim, hanem a barátnőim, mivel idegenből jöttem és befogadtam. És így amúgy te hovaros vagy? Én igazából nátvegi vagyok. Na, nátvegi. Igen. Te földi, mert én egy beáti vagyok. Azt a igen. Úgyhogy azok a céljaim, a terveim a közeljövőben, hogy újra visszatérhessek ide, mivel itt otthon éreztem magam. Most letudtam a kötelességemet, úgy értem, hogy megpróbáltam erősíteni a nyáronki csapatot, de honvágyom van vissza aranyosra. Na, remélem, hogy a nyáras gyerekek megértik, az aranyosért meg biztos befogadnak, mert ha bár itt a konkurenciát fogod nevelni, mert itt is van sok csinos csaj, de még egy csinos lehet, mert valakiknek ez nem fog tetszeni. Csak viccelek, ismerem a nőket, tehát igen, legalábbis próbálom megismerni így 50 évesen. Tehát a nyárast kit fog megverni és mikor? Van-e a ligában olyan csapat? Ugye már volt egy közeli meccs a Bánóc ellen, amikor valójában már nyernetek kellett volna. Igen. Tehát kit szeretnétek megverni, mert gondolom, hogy nem pont nélkül akartok végezni. Remélem a Katona Olga nem sértődik itt meg, de nem is ez a lényeg, hanem azt, hogy egyáltalán legyen kézület a nyárosban. Szerintem nyárosnak, ugye történelme van, ha azt mondhatom, nyárosnak és a kézilabdának. Ez a két, a kézilabda és nyáros összekötető. Volt egy jó pár év lappongás, amikor nem történt ott semmi. Olga, amikor jött, végre visszahozta az életet, a kézilabda életet visszahozta nyárosdra. Ő mindent megtett tényleg a csapatért. A legnagyobb gondolat az szerintem, mint játékos, hogy nincs elég játékosunk. Edzése, Olga nagyon jó edzéseket tart, de egyszerűen nem vagyunk elegen edzésen. Mivel második ligában lépünk fel első ligába, az volt a célunk, hogy kipróbáljuk magunkat. Megnézzük, hogy melyik játékos, mire képes, hol tudunk elhelyezkedni. Igen, tényleg minden átogultság nélkül azt mondom, hogy az összes eddigi mérkőzésünk olyan volt, amit amúgy megnyerhetünk volna. Nem lenézve mondom ezt a többi csapatra, hanem nem gondoltuk volna, hogy nem 20-25 gólokkal fogunk kikapni. Minden meccs nyerhető lett volna, de sajnos mint minden csapatban, például én is nem tudom hány meccset játszottunk be eddig, de hárman beteg voltam. És ezzel sokunk így van. Most az egyik szintén barátnőm, aki a csapattársam, Anna, ő most sajnos már nem tudott itt lenni, családi, tehát hogy most nem tudott itt lenni, inkább én fogalmazok, és ő nagyon hiányzott a játékunkból. Úgyhogy ha nem kifogásokat keresek, de nyárosnak úgymond nagyon nagy szerencsétlensége van, hogy edzésen sem tud ott lenni, fölállni a kezdőcsapat, mint meccseken se. Most is nem volt, ez nem a mi kezdőcsapatunk. Bal összekötőből hiányzott Anna. Úgyhogy nyáros jelenleg próbálkozik, megnézzük ki mire képes, és szerintem egyédileg mind játékosokra elgondolunk azt, hogy hol szeretnénk folytatni, és mit szeretnénk elérni a kézilabdával. Hát úgy gondolom, ezen a meccsen is azért azt mondom, hogy itt talán nem volt esély nyerni, azért túlzás. Ezzel nem értek egyet, de a többi meccset nem láttam, persze. De... Én is így gondoltam, nem erről a meccsről beszéltem, mert én tudtam, hogy hova jövök. Tudtam, hogy mire képesek a játékosok. Az itteni játékosok nem csak mint emberek csodálatosak, hanem mint játékosok is. Ettől egyik az a dolog, hogy ők egy összeszokott csapat, de egyénileg is. Fantasztikus játékosok, például a jobb szélsőjük, Tamara. Nekem egy hatalmas nagy, hogy is mondjam, amikor idejöttem és megismertem őt, mint barát rögtön megkedveltem, olyan gólokat lől, hogy lehetetlen. Szóval mint csapat, de mint egyénileg is nagyon erősek. Szóval nem a mai meccsre gondoltam, hogy ez nem volt nyerhető, elismerem, mert el kell ismerni, ez nem volt nyerhető meccs. Lelkalattal és gratulálok Aranyosnak ehhez a sikerre, és örülök is a sikerüknek.
Igen, ugye szerintem lehet, hogy arra volt esély, hogy 10 gólon belül tartjátok a különbséget, mert ott voltak olyan meccszakaszok, amikor ugye te is egyedül mentél kapussal, nem lőtted be, 7-est nem lőttetek be, ott volt 3-2 ellen szituáció, 3-1 ellen, ellentámadás, ott a Kálmán Gabi kétszer a térdére kapta a labdát, ez csak így előjönnek a momentumok, amikor lehet, hogy a 10 gól mínusz, tehát a gólrán tekintve benne volt a meccsben, és az még már sikerült volna tőle. Igen, pontosan. Amikor nem adtunk volt, kaptunk is gólt. Aranyos nagyon jól megragadta azokat a helyzeteket, amit mi nem tudtuk volt adni. A kapusok MS-sel fantasztikus indításokat adott, ugyanúgy, mint Bianca is. Nagyon jó játékok volt. Ők ma nem csak azért nyertek, mert Nyárosnak sok technikai hibája van, hanem azért, mert ők egy jó csapat, összeszokott csapat, és tényleg én nem tudok rájuk rosszat mondani, mert szerintem nagyon jó, szép játékuk van, ők összedolgoznak. Egyik játékos se önző, hogy maga menne az akura, tökéletesen megcsinálják a húzásokat, a passzokat, a kereszteket, és mindenkinek adnak lehetőséget, és ezt hiszem benne. Na, hát elnézést kérek, hogy ilyen személyes megjegyzés lesz a végére, de ugye 5 évet indítottam a Franco TV-t, és hát ugye sokan írnak, hogy már megint én vagyok a riporter, már megint én vagyok, mert egyszerűen nincs más. Én szeretnék egy fiatal hölgyet riporternek, és azt gondolom, hogy hát te tökéletesen alkalmas vagy rá, úgyhogy majd ezt csak úgy mondom, hogy ilyen fantasztikus nyilatkozatot, 16 éves vagy? 23. Ja, bocsánat. Elnézést, bocsánat. Ez akkor miért nem szóltál bele? Ez egy jó rekord, mert már mondtak 30 évesen, mondtak 20-at. Elnézést. De ennyit még nem szóval. Akkor a lányommal vagy így idős 2000-es születés. 2000-es. Jó. Igen. Bocsánat, mert nekem azt mondták, hogy ő a legfiatalabb és 16 éves. Akkor jó, behúztak a csőbe. Ki mondtál? Most nem tudom vele, mely csapattársad, mert ez meglepett volna. De így, hogy egy felnőtt nőről van szó, akkor már föl tudom ezt ajánlani neked, mert mivel foglalkozol egyébként a közéletben kívül? Igen, én könyvelő vagyok, és könyvtechnik, egy nemzetközi forradó cégnél. Úgymond az irodánk maga a Rejlő Mataró, de a régi cégnél vagyok. Na vigyázz meg, hogy fizetjük el a reklámért. Ó, akkor mondom, hogy nagyon büszkék lesznek a főnökök. Nem csak te, vicceltem, persze én is. Azon kívül modellkedem. Na, ez nem volt válasz a kihívásra, de majd akkor ezt majd mikrofonon és kamerán kívül megbeszéljük. Mert örömmel venném, hogyha egy ilyen riporter kolléganőm lenne. Köszönöm. Mert a nézettséget fölvinne minimum a ilyen 40-es, 50-es férfiak biztos bekapcsolnak, akik kikapcsolják, amikor én itt fogatlanul fogom a mikrofont, és hát gratulálok. Köszönöm. És elnézést, hogy 16 évesnek néztem. Egyébként meglepődtem én is. Köszönöm. Ez csak egy ilyen info volt, mert nem néztem utána a jegyzőkönyvet. Semmi gond. Akkor Tóth Aretta Nyárasdiak legjobb könyvelője, és azt kívánom, hogy a könyvelők között meg a legjobb kézilabdázó legyél. Sőt, a kézilabdázók között is a jobbak között. Köszönöm szépen. Nagyon szépen köszönöm. Köszönöm a riportot. Köszönöm szépen.